65 éve történt, hogy egy nép álmodni mert, és felkelt, hogy kivívja a szabadságát. Talán nem is beszélünk róla, és egyre kevesebben vannak már közöttünk olyanok, akik látták az orosz tankokat, ismerték a hősöket, és emlékeznek rájuk. Közöttük is nagyon kevesen vannak, akik emlékezni mernek, tisztán, őszintén, magyarként az eseményekre. Nekem megadatott, hogy két ilyen emberrel is beszélgethettem, Kovács István írótörténésszel, és Miks Bélával, az édesapámmal. Kettejükben az mindenképpen közös, hogy ők 1956 gyermekei. Múltbéli sétánkhoz útravalóul szolgál a Szépernő Színház, az a 12 fényes nap című musicaljének néhány betétdala, melyet Szinovál Gyula rendezett, Szőke Tímea és Szepesi Rihárd énekelnek a műsorban, illetve egy eddig általam nem hallott beszéd Krizsik Alfonz csodálatos orgánumával. Milyen volt az 50-es évek Magyarországán gyermeknek lenni? Én 1951 augusztusában kerültem fel Igriciből, egy Borsod megyei faluból, ahol nagyanyám nevelt, a Állami Fodor József szanatóriumban. Az nagyon furcsa volt, mert ez a Fodor szanatórium akkor még a 97-es utca 2 számban volt, és én már mint kisgyerek is furcsálottam, hogy egy számjegy jelöli az utcát. Anyám azért hozott fel egyébként, mert a Fodor szanatórium bezárt templomának a sekrestjéjét, azt megkapta lakásnak. Tehát tudott hol lakni, nem kellett Budakeszin albérletben laknia. Én pedig akkor kellett, hogy iskolába menjek, és anyám azt szerette volna, hogy akkor már az általános iskolát Budakeszin kezdjem el, ráadásul nagymamám megbetegedett. Úgyhogy anyámat én voltak éppen 1951. augusztusában ismertem meg, addig számomra egy idegen asszony volt. Néha a nagymamám vele ijeszgetett, hogyha vásott rossz leszek, akkor majd ír anyámnak, aki majd elvisz Pestre. Tehát anyám valami szörnyképpen élt addig, és Pest a számomra azt jelentette, hogy a pokol. Vidéken akkor ezek szerint annyival jobb volt élni? Hát egyáltalán nem, borzalmas szegénységben éltünk. Számomra ez egy ilyen megfoghatatlan fogalom volt, Budapest, de ha már egyszer anyám majd oda elvisz, akkor az biztos nagyon rossz. Tehát azt tudtam, hogy azért az egy nagy város, emeletes házat még soha nem láttam, egyetlen ilyen ház volt Mezőcsáton, a Igrici közelében, úgyhogy nem tudtam, mi az, hogy város. Így amikor anyám felhozott vonattal, akkor nagy élmény volt ezek között, a magas házak között járni-kelni, tehát egy teljesen új világ tárult ki előttem, amellyel meg kellett barátkoznom. Természetesen úgy, ahogy anyámmal is meg kellett úgymond barátkoznom. Minden idegen volt számomra. Akkor már a kezdet-kezdetén mondták, hogy a betegekkel nem szabad szóba állni, kapcsolatot teremteni, mert megfertőződöm, betegséget kapok tőlük, mert hogy ők tüdőbetegek. Egyébként ki is volt írva a Fodor szanatórium egyes utcáinak az elején, hogy betegek sétaútjának határa. Belekerültem egy olyan világba, amelyik ismeretlen volt számomra, de egy nagyon izgalmas. Betegek az azt is jelentette, hogy orvosok, nővérek, beteghordók, mentősök, ami azért egy kicsit ezt a kórházi világot közelembe hozta, az azt jelentette, hogy a betegeket lovaskocsin szállították. Mentőt alig láttam, viszont két lovaskocsibe volt rendezve betegszállítónak. Tehát volt a szanatórium kellős közepén egy istálló, bekötve lovak, így egy kicsit egy ilyen átmeneti világot jelentett számomra a Fodor szanatórium Igrici és Budapest között. Én nekem, hogy anyám mesélt háború alatt, abból a szempontból szerencsém volt, hogy akkor voltam pici. Azt állandóan éhes voltam, mert tényleg éhes voltam, gondolom, mert nem volt kaja se. Aztán
azt azért el lehet róluk mondani, hogy az oroszok, hogy szerették, a gyereket aránylag szerették. Megcsinálták azt, hogy hát látták, hogy nincs mit, elmentek két szomszéddal odébb, azt onnan elhozták, hát azok ugye látták, hogy hozva hozzák, és a béke kedvéért anyám levett belőle valamennyit, a többit meg visszavitte, mert hát ott se volt. Csak hát ott nem volt gyerek, onnan elhozták. Sajnos olyan dolgokat csináltak, hogy amit úgy elmeséltek, nagynéném is, nagybátyám is, volt egy nagybátyám, az kim volt náluk, azt hiszem 48-ba, vagy hogy jött haza bányába, az is mesélt. Szóval borzalmas volt, de hát ott ők is úgy laktak, ott a nép is úgy volt, ott nem más hely. Ja, meg az óra, hát az óráért meg voltak őrülve. Szegény nagyapámnak volt egy ilyen zseborája, azt úgy elvették tőle, hogy csak úgy füstölt. És az öreg tudott elég jól oroszul, mert az első világháborúban orosz hadifogságban volt, és megtanult oroszul. És mikor elvitték tőle az órát, rá egy pár percre jött egy másik alakulat, szerintem már ezeket keresték, mert ez egy ilyen rafinált banda volt, hogy be volt kötve keze-lába, mint hogyha izé lett volna. Ilyen sérült. Így lemaradtak a frontról, és azok ott capcaráztak, raboltak össze-vissza a faluba. És bejött egy ilyen vizével, ami tábornok, mert azt mondja az öreg, hogy hát azok ilyen pizsamás, csikos, nadrágos. Elkezdte neki panaszkodni, azt mondja, most mennek, ott mennek, azt mondja, elvitték az órámat. És ennek a szovjet katonatisztnek tetszett, hogy az öreg ilyen jól beszél oroszul. És utána mentek, hát már nem találták, levetkőztették őket, és valahogy észrevették, mennek utána, vagy eldobták, vagy lenyelte az órát, nem találták meg már az órát, már nem volt nála. Nem mentek 300 métert az órán, már eltűnt. Mennyire volt az iskolában jelen az 50-es években a politika? A politika az természetesen mindenben jelen volt, hát az ember először belépett, a portán egy hatalmas Sztálin kép függött. Akkor az emberek még azért, főleg a gyerekekkel szemben azért elég nyíltak voltak, és emlékszem arra, hogy a portás mondta, hogy az az én apám, aki ott függ a falon, Sztálin. Én meg az ellen próbáltam tiltakozni, hogy hát az én apám ugyan a háborúban eltűnt, ezt kellett mondanom, nem azt, hogy elvitték az oroszok, eltűnt a háborúban, tehát nem az apám Sztálin, de hát azért belénk súlykolták azt, hogy ezeket a nagy vezéreket, mint Sztálin, Lenin, a kultúrházon ott függött Lenin képe is, egy hatalmas nagy festménynyomat, ahol emlékszem, hogy Lenin egy emelvényről szónokolt, vörös zászlóknak a tengere hullámzott mögötte, alatta pedig ilyen kucsmás katonák voltak, meg tengerészek, és szuronyos puskával ott álltak, és akkor ott én elgondoltam, hogy milyen szörnyű lenne, ha Lenin lezuhanna az emelvényről, és akkor ráesne a szuronyos puskákra, hogy milyen szörnyű halált haltak, de ez csak így az én gyermeki fantáziámban támadt hirtelen ez a gondolat. Azon kívül az iskolában is ugye ez a szörnyű búzakoszorú Rákosi címer függött, mellette pedig Lenin, Sztálin, Rákosi képe, és természetesen, ahogy később megtudtam, a Marxnak és Engelsnek is, akkor az iskolai füzetünknek a hátuljára az volt írva, hogy gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded. Akkor emlékszem, másodikos vagy harmadikos korunkban már egyik iskolás könyvben egy olyan olvasmány volt, hogy Amerikában felszáll a buszra egy néger kislány, és leül, és ez volt a jelzője fehér amerikai asszony öltözékének, hogy leült egy kínosan vasalt ruhájú nő mellé, és hát a nő akkor fölállt, és nem akart egy néger kislány mellett ülni, és ez nyilván azt sugallta, hogy Amerikában milyen szörnyű rasszizmus van. Egyébként tulajdonképpen az is volt az 50-es évek Amerikájában. Egy másik lecke pedig arról szólt, ugye itt Tito akkor ki volt átkozva a szocialista világból, és ez lecsapódott az általános iskolai tankönyvekben is, hogy a jugoszláv csendőrök jelennek meg egy iskolában, és a gyerekeket elviszik egy bányába dolgozni, azért, mert a szenet is, meg a gyermekmunkát is Tito eladta az amerikaiaknak dollárért. Tehát tulajdonképpen legrémisztőbb alak, akit így belénk súlykoltak az általános iskola első három osztályában, az Tito volt. Korábbi szövetséges. Nyilván a második világháborúban
Tito tulajdonképpen a szövetségesek számára egy támogatandó kommunista vezér volt. 1944-ben Churchillék leállították a vele szemben álló csetnik hadseregnek a támogatását, ezt később tudtuk meg, és Churchillék is a hatékonyabb partizán mozgalmát támogatták Titónak. Tito azonban nem tagolódott be a Szovjetunió által vezetett és vezényelt szocialista világba, ezért Titót 1947-ben vagy 48-ban kiátkozták. Az egyes számú ellensége lett Amerika mellett a Szovjetuniónak, és hát ezt a gyerekekbe is minden eszközzel súlykolták. Emlékszem, hogy a Ludas Matyi címlapján Hitler és Titónak a rendkívül torz figurája látszott, és még azért jegyeztem meg, mert még a fenekén is kitüntetések lógtak. Megmondom őszintén, nekem szerencsém volt, volt egy-két olyan tanárom, aki... Mondjuk az igazgatóm is egy olyan volt, hogy apámmal egyidős, korabeli katonák voltak. Volt olyan tanárom, aki apámmal együtt volt katona. Ők azért azt mondták, hogy például, hogy egy honvédő háború, az addig honvédő háború, amíg az ország határát véded, vagy ha visszavered, az ország határáig elérsz, addig honvédő háború. Ha azon túlmész, az már megszállás. Szóval aki egy kicsit értett hozzá, az akkor tudta, hogy a tanár úr nem azt mondta, hogy felszabadítottak, hanem megszálltak bennünket. Ahogy bejöttek Záhonyná, akkor már mi megszállva lettünk. Mert védték a határukat mondjuk Záhonyig, meg Kijevig, meg Munkácsig, mert az Szovjetunió volt. Igaz, hogy Ukrajna, de Szovjetunióhoz tartozott. Odáig honvédő háborújuk volt, utána már megszálló. Egy pártrendszer volt, ugye 48 óta tulajdonképpen senki másra nem lehetett szavazni, csak a Magyar Dolgozók Pártjára, és igyekeztek is kinevelni egy olyan ifjúságot, aki nem is nagyon lát mást maga előtt célként, és ennek ellenére mégis bekövetkezhetett 1956. Hogy történhetett meg az, hogy tulajdonképpen a masszív átnevelés ellenére mégis ki tudott törni egy forradalom? Nekem a szüleim voltak, hogy elmesélték a valódit, hogy hogy viselkedtek az oroszok, mit csináltak az oroszok, és szóval nekem megvolt róluk a véleményem, apám volt kint náluk a fronton, Voronyezsba, és elmesélte, hogy ott milyen körülmények között laknak az emberek. A sztálini légkört azért a gyerek az nem éli át minden idegszálával, tehát én úgy emlékszem a gyermekkoromra tulajdonképpen, amit a szanatóriumban töltöttem, és hát budakeszi iskolástársakkal bandáztunk, nem csak a szanatóriumban, hanem a környező erdékben, hogy tulajdonképpen nekem egy boldog gyermekkorom volt. A felnőttek, de főleg a nagyszülők nagyon nyíltak és őszinték voltak a gyerekekhez. A szülők óvatosabbak voltak. Ha valamit elejtettek, ami a rendszerre vonatkozóan rendkívül kritikus volt, akkor szóltak rögtön a gyereknek, hogy hangfogója legyen, és ezt nehogy elmondja másnak. Tehát a szülők nagyon óvatosak voltak a gyerekekkel szemben, a nagyszülők sokkal nyíltabbak. A szülők és a nagyszülők érezték át azt a nehézséget, amit ez a Rákosi féle kizsákmányoló rendszer jelentett, ugye a padlás lesöprés, ennek a fogalma az eléggé közismert. Én is láttam Mezőcsáton, a rokonaink szomszédságában volt a beszolgáltató központ, ahol a parasztoknak kellett szekéren felhozni a beszolgáltatandó élelmiszert, lábas jószágot, csirkét, kacsát, tehát azt az ember látta, hogy minden szinten borzalmasan kizsigerelik az embereket. Ráadásul hát ott volt ez a hihetetlen megalázottság, ugye az 50-es években már a magyar honvédet szovjet gimnasztyolkából öltöztették, március 15-ét, mint nemzeti ünnepet megszüntették, lépten nyomon azt súlykolták az emberekbe, és ez lecsapódott az ifjúság körében is, hogy Hitler utolsó csatlósai voltunk. Kétségtelen tény, hogy Sztálin halála után, amikor Nagy Imre lett miniszterelnök, akkor egy kicsit az ország fellélegzett. Az az értelmiségi réteg is, amelyik odaadó híve volt a kommunista rendszernek, hát rendszerkritikussá vált. Itt főleg az írókra gondolok, ugye az író szövetségnek alapja, az irodalmi újság az egyszeriben 1954-55-től hihetetlen népszerű és olvasott újság lett, amelyben megjelentek rendszerkritikus irodalmi szövegek. Olyannyira népszerű volt, hogy a irodalmi újság megjelenésekor még a parasztok is beszekereztek a legközelebbi városba, hogy ezt az újságot meg tudják venni. Tehát a rendszer hazugsága Nagy Imre hatalomra jutása után félig meddig hát szóbeszéd tárgya volt, addig is mindenki számára egyértelmű volt, hogy ez egy embertelen, az egyéniséget
és a személyiséget elpusztító rendszer, a nemzetet pedig egy ilyen megfoghatatlan világproletáriátusba beolvasztani kívánó rezsim. Megtagadtam az Istenemet, lemondva arról, hogy önmagam legyek. Lemondtam mindenemről, de ez így tovább nem mehet. Szembe kell nézni önmagunkkal. Kör, ha belenézel, soha nem csal. Tudnod kell végre, hogy ki vagy. Feled mi volt, s légy önmagad. Hallgattunk némán, behunytuk szemünk, hogy bólogassunk, csak ez jutott nekünk. Vétkesek közt cinkos, aki néma, de mától nem ez lesz szerepünk. Szembe kell nézni önmagunkkal. A tükör, ha belenéz, soha nem csal. Tudnod kell végre, hogy ki vagy. Veled mi volt, s légy önmagad. Szembe kell nézni önmagunkkal. A tükör, ha belenézel, soha nem csal. Tudnod kell végre, hogy ki vagy, veled mi volt, s légy önmagad. Mivel egy kicsit szabadabban lehetett beszélni, a rendszerrel kapcsolatos minden hazugság egyre inkább lelepleződött. És hát ennek a 56-os forradalom kirobbanásának, ami váratlan volt, de azért volt egy érlelődési folyamata. Meghatározó módon hozzájárult például, hogy 1955. októberében megkötötték az osztrák államszerződést, azaz Amerika, Franciaország, Anglia kivonta a csapatait Ausztriából, és a szovjet csapatokat is kivonták Ausztriából 1955-öt követően, és mivel a párizsi békeszerződésben 1947-ben az szerepelt, hogy szovjet csapatok Magyarországon addig állomásozhatnak, ameddig Ausztriában is szovjet csapatok vannak, hogy az összeköttetést meg tudják teremteni, amikor kivonják Ausztriából a szovjet csapatokat, Magyarországról is ki kell vonni. Ezt a magyar társadalom ezt reménykeltően várta, kiderült, hogy az Ausztriából kivont szovjet csapatokat is Magyarországon helyezték el, tehát meghatározódott a szovjet jelenlét Magyarországon. Azon kívül pedig Nagy Imrét 1955-ben Rákosiék megbuktatták, az 53 előtti Rákosi diktatúra ismét erőre kapott, ebben szembeszegült a magyar társadalom. Már 1955-től kezdve az értelmiség is. Voltak röpcéduálázások már 1955-ben Budapesten. Fordulópontot jelentett a szocialista országok történetében az, hogy 1956. februárjában Hruscsov a 20. kongresszuson elmondott egy beszédet, az utolsó napon egyébként, az utolsó nap éjszakáján, ez volt a Hruscsovnak a titkos beszéde, amelyben tételesen
elemezte, taglalta a sztálinizmus szörnyűségeit. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a szörnyűségeknek az elkövetésében Hruscsov ugyanúgy benne volt, mint a Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után még a hatalmon osztozkodó vagy marakodó szovjet pártvezetők, de Hruscsov számára kényelmes volt mindent Sztálinra kenni. Most ennek híre ment. Lengyelországban Hruscsov titkos beszédét 1956 márciusától 15 ezer példányban, az volt az első szamizdat Lengyelországban, terjesztették, szabad pártnapokat tartottak, ahol az emberek iszonyú elemi erővel és indulattal kifakadtak tulajdonképpen a sztálini rezsim ellen. Ezzel szemben Rákosi Moszkvából a 20. kongresszusról hazajött, és a politikai bizottság ülésén azt mondta, hogy semmit sem történt a 20. kongresszuson. Rákosi akkor 1956. áprilisában felkészült, hogy leszámol az értelmiségi ellenzékkel. Viszont Magyarországon már olyan elemi gyűlölet volt a rendszerrel szemben, olyan indulat forralta a magyar társadalmat, hogy tulajdonképpen a szovjet nagykövetség is, egyébként Andropov volt akkor a nagykövet, aki később a KGB elnöke, és később a 80-as években a SKP első titkára volt. Tulajdonképpen szovjet nyomásra 1956. júliusában eltávolították Rákosit a pártvezetés éléről, de helyébe Rákosihoz hasonló módon gyűlölt Gerő Ernő került. És ezt már a magyar társadalom nem tudta lenyelni. Főleg azt követően, hogy 1956. június végén Poznányban munkásfelkelés tört ki. Tehát a kelet-európai térségben két tulajdonképpen elégedetlen állam volt igazán, és a rendszerrel szemben forrongó állam volt, az egyik Lengyelország, a másik pedig Magyarország. Míg Lengyelországban olyan változások következtek be, amelyek a társadalom lecsillapítását szolgálták, ez azt jelentette, hogy a lengyeleknek nagy szerencséje volt, hozzáteszem, mert 1956. márciusában, még a 20. kongresszus után Moszkvában meghalt a lengyelek Rákosija, Boleszláv Bierut, a lengyel kommunista párt első titkára, és egy hatalmi vákuum keletkezett a legfelső pártvezetésben, és mivel a lengyel pártvezetés is érzékelte a lengyel társadalom elégedetlenségét, a lecsillapításához úgy gondolták, hogy Vladislav Gomulkát, akit 1951-ben nacionalizmus vágyával leváltottak, és hát szigorú házi őrizet alá helyeztek, visszaemelik a hatalomba, és őt teszik meg a párt első titkárának. Tehát Lengyelországban egy népszerű, a kommunista pártból kiebrudalt ember került a lengyel párt vezetés élére, Magyarországon pedig, mint említettem, Rákosi helyébe a gyűlölt Gerő Ernő került. Tehát a magyar pártvezetés körömmel foggal ragaszkodott a hatalomhoz, semmi változást, semmi engedményt nem tett. Ugye itt lengyel mintára kínálkozó lett volna az, hogy Nagy Imre kerüljön vissza a hatalomba, ő kerüljön ismét a párt élére. Itt ugye örültünk, hogy na, ide a Rákosi megszűnt, na majd lesz, ez lesz, az lesz, az semmi nem lett. És az az érdekes, hogy a magyar kormány pont mikor kitört a forradalom, akkor nem is tartózkodtak itthon, mert a Gerőjék valahonnan Jugoszláviából jöttek haza. Szinte ezek várták is talán, hogy itt legyen valami. Szóval nagyon gyanús ez, hogy kicsit rájátszották a szovjet sugallatra, hogy csináljanak itt egy kis balhét, hogy ne kelljen nekik innen kivonulni. És hogy ez az 50, ez miért tört ki? Hát itten sok embernek van véleménye, hogy itt az ifjúság, meg így, meg úgy, hogy ez úgy kezdődött. Igen, úgy kezdődött, de ezt tudni kell, hogy 55-ben a szovjet csapatoknak ki kellett volna vonulni Magyarországról, ugyanúgy, mint ahogy Ausztriából kivonultak. Na most, hogy ezt elkerüljék, én szerintem, meg sokak szerint ezt egy kicsit az akkori kommunista vezetőség is segített, hogy itt legyen egy 56, de nem gondolták, hogy ennyire el fog gurulni a golyó, és utána már nem bírták megállítani, és a párt öklével, az AVH-val le akarták ezt utána verni. Hát ez nem is sikerült. Az akkori megválasztott miniszterelnök, aki már előtte volt, csak utána leváltották a Rákosiék,
az megszüntette az AVH-t. Na most megszüntette? Hát megszüntette, fővettek civil ruhát, meg fővettek rendőrruhát, és továbbra is ugyanazt csinálták. Tulajdonképpen nagyon sok kommunista érzelmi embernek sem tetszett ez az önkény, és hogy az elején, tehát október 23-án, amikor még csak tüntetések voltak, sokan, ha nem is szimpatizáltak, de nem ellenezték, hogy legyenek változások. Mint említettem, 55-ben ez a kemény vonalas politikai vonal erősödött meg, és akkor az már nem tetszett a kommunista a párton belüli úgymond liberális vagy változásokat sürgető erőknek. Hát nyilvánvaló, hogy az elégedetlenség, nyílt vagy félig nyílt elégedetlenség a párton belül nyilvánulhatott meg, mert a párton kívül még elég erős volt az erőszakaparátus ahhoz, hogy lesújtson. Tehát Magyarországon a hatalom élén semmiféle változás nem következett be, Lengyelországban igen, nem volt intő jel az, amikor Rajkékat újra temették, 1956. október 6-án egyébként, kommunistáknak azért volt történelmi érzékük, 200 vagy 300 ezer ember néma tüntetése kísérte ezt a temetést. Tehát ebből se tanultak, de ekkor már Andropov egyébként, mint említettem, a magyarországi szovjet nagykövet, már egyébként nyáron kiadott az itt tartózkodó szovjet csapatok parancsnokságának, hogy Magyarországon fel lehet készülni egyfajta, ő akkor így mondta, hogy ellenforradalmi akcióra, tehát tulajdonképpen félig meddig készenléti helyzetbe helyezték a szovjet hadsereget. És 1956. október 6-án a néma tüntetés hatására Andropov megerősítette ezt a készenlétet a szovjet hadsereg számára. Eredetileg ez az október 23-a tüntetés, ez a lengyelekkel egy rokonszenv tüntetésnek indult, meghatározó szerepet ebben a Lengyelországban október 21-én bekövetkezett változások játszottak. Október 21-én ugyanis a Lengyel Egyesült Munkáspárt, a Lengyel Kommunista Párt 8. plénumán Moszkva akarata ellenére Vladislav Gomulkát választották első titkárá, aki akkor tartott egy nagyon bátor beszédet, és ezt a beszédet leközölte a Szabad Nép teljes terjedelmében. De hozzá kell tenni, hogy akkor már a magyar egyetemi ifjúság forrongott, már korábban 23-a előtt megalakult a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolásoknak a Szövetsége, amelyik pontokba foglalta, hogy mit kíván a magyar nemzet. Tehát 12-16 pontba már októberben terjedt, mert a szegediek nyomán miskolci egyetemisták is megmozdultak, a Pesti Műszaki Egyetemre is eljutott a szegedi egyetemistáknak a követelése, tehát az október 23-án megtervezett tüntetésen már ezek a követelések szerepeltek volna, amellett, hogy a tüntetők kinyilvánították a lengyel változásokkal kapcsolatos szolidaritásukat. Ezért van az, hogyha megnézzük a október 23-ai tüntetőket, akkor egyrészt, ami szembe tűnő, hogy mindenki vidám és mosolyog, és a másik, hogy lengyel zászlót is visznek, és lengyel barátjelszavak is szerepelnek a táblán, és lengyel címer is. Tehát ezért volt az, hogy a tüntetők egyik csoportjának a célja az a Bem-szobor volt. Ez egy békés tüntetésnek indult, a szocializmus megreformálását követelték, a párton belüli reformkommunistáknak a elképzelései szerepeltek többek között a tüntetők jelszavaiban is, de a tüntetés hírére a délelőtti műszak dolgozói, ugye 2-kor volt a műszakváltás, már nem mentek haza, és a műszakváltásra érkező délutáni váltás sem ment bedolgozni, hanem ez az egyre nagyobb tüntető tömeg csatlakozott az egyetemisták tüntetéséhez, a parlament előtt már 200 ezer ember gyűlt össze, és már itt nem ilyen emberarcú szocializmus meg a szocializmus megreformálását követelték, hanem miután a nép csatlakozott a diák tüntetéshez, az értelmiség tüntetéséhez, akkor már a szovjet csapatok kivonulását követelték, Rákosiék eltávolítását a hatalomból, sőt, bíróság elé állítását, ezt egyébként a mefeszisták, az egyetemisták pontjai között is szerepelt. Tehát október 23-án estére a nép uralta Budapestet, és a nép lett a tüntetők hangadója.
nap, ez is csak olyan, mint a többi. De érezni a levegőben, valamit érezni. Egy teli pohár, egy csepp mégis kicsordul, és akkor elindul, valami biztosan elindul. Nap, ez is csak olyan, mint a többi. És nem tudni, nem tudni, mi fog történni. Ha elindul, mert a nép biztosan elindul. És a pohár majd akkor kicsordul. És akkor lesz majd raj, és lesz majd borzalom. Ott fognak lógni, mint a lámpa vasakon. Lesz majd itt igazság, lesz talán boldogság. Lesz végre, igen lesz, itt is lesz szabadság. A nép az követelte, hogy Nagy Imre jelenjen meg. Nagy Imre nagyon népszerű volt, ugye, az üldözött Nagy Imre, akit Rákosék kitaszítottak a hatalomból. Az eseményekben tájékozatlan Nagy Imre, aki még nem sokkal azelőtt szüreten vett részt, amikor megjelent a parlament erkélyén a hatalmas tömeg előtt, akkor az volt a megszólítás, hogy elvtársak. És a tömeg egyhangon zúgta az, hogy nem vagyunk elvtársak. És akkor mondta azt, hogy honfitársak, akkor őt megtapsolták. De ugyanakkor Rákosit követő Gerő Ernő azt tartott egy, hát a tömeget felháborító beszédet, amelyben a tüntetőket fasiszta csürhének nevezte. Döbbenetes és szinte felfoghatatlan az a változás, ami bekövetkezett, hogy a tüntető tömegből egészen rövid idő alatt szabadságharcos csoportok tudtak szerveződni. A tüntetés egyik színhelye a parlamenten kívül a Magyar Rádió volt, mert ugye a tüntetők azt követelték, hogy az egyetemistáknak a 12 vagy 16 pontját olvassák be a rádióba. A rádió akkor a gyűlölt AVH által védett épület volt, és ott dördültek el az első lövések Budapesten. Mind a két oldalon voltak ártatlan áldozatok, de ugye hol kezdődött a vérengzés? Ugye a rádióhoz oda mentek a forradalmárok, és be akarták olvasni a programjukat. Először be se akarták engedni. Utána beengedték őket, de nem engedték ki. Még a Kádár korszakban is sokáig az ilyen objektumokat mindenütt utána is a belső karatalon védte, azelőtt meg az AVH védte. Most ott a dokumentfilmek mutatják, hogy ott egyértelműen, ahogy menekültek, a rádiótól kezdtek el lőni a tömegre. Ott egy csomó halott volt. Na, azt erre föl lett az, hogy próbáltak ezek is fegyvert szerezni a forradalmárok. És utána kezdődött el a balhé, mikor aztán elfoglalták a rádiót, meg a több épületet. Na, de hát ezek nem adták meg magukat. Azt tudjuk, hogy Pilisi helységből felrendelt katonai egység volt az, amelyik a rádiónál rendet kellett volna, hogy teremtsen, de végül is a katonák egy része átadta a civileknek a fegyverét, és hát a rádiónál törtek ki a harcok. De az első halottak egyébként, az első áldozatai 1956-nak, azok Debrecenben voltak, tehát az AVH-nak a sortűz először Debrecenben dördült el, már valamikor 18 óra környékén. Volt, aki menekült. Érden a két vasút között sorompót kapott a mentőautó, akkor már ezek a nemzetőrök igazoltatták a mentőt, megállították a mentőt, hát tele volt menekülő ávósokkal, akik vagy Dunaújváros, vagy Fehérvár felé akartak menekülni, kamuból bekötve a szemük, karjuk főkötve. Akkor látták már, hogy itten meleg a helyzet Budapesten, és próbáltak vidékre, meg sokan nem csak vidékre, hanem átmenekültek Csehszlovákiába, és azt utána visszajöttek, és csinálták a balhét. És ez a sortűz, ami volt a rádiónál, ez megismétlődött a parlament előtt is. És a mai napig nincsenek meg, hogy kik voltak azok.
itt vannak vidék, ez volt, az volt, hát sajnos legtöbb közülük már nem él, mert nem lehet felelősségre vonni. Tulajdonképpen 20 óra előtt már a kárpátai katonai körzet szovjet csapatait mozgósították Magyarország ellen. És valamikor 21 óra táján Gerő Ernő vagy Hegedűs András, a miniszterelnök hivatalosan katonai segítséget kért Hruscsovtól az ellenforradalmi lázadás letörésére. A szovjet csapatok akkor legközelebb Budapesthez Székesfehérváron állomásoztak, tehát éjfél előtt megindultak az első páncélos alakulatok Pest ellen, és a másik nagyobb páncélos hadosztály az Temesvár környékéről indult meg Budapest ellen. A szovjet elképzelés az volt, hogy a szovjet tankok ide-oda csörömpölnek majd Pesten, és ettől a pesti nép megijed, és rend és csend lesz. Ehelyett a Boráros téren benzines üveggel fogadták az első szovjet tankokat, tehát órák alatt megszerveződött felkelő csoportok harcba szálltak a betolakodó szovjet csapatok ellen. Azt is mondhatnám, hogy a szovjet partizán filmek is szerepet játszottak, állandóan azt vetítették és állították a mozinézők, és a fiatalok ugye szerették a harcos filmeket, hogy a szovjet partizán gyerekek hogyan harcolnak a németek ellen. Most a budapesti felkelő gyerekek nem a németek ellen, hanem a szovjet betolakodók ellen harcoltak. Sőt, igazából elég komoly volt, ha jól tudom, adott esetben a katonai képzés is, tehát egész fiatal kortól kezdve. Az MHS alakulatok, tehát ilyen fiataloknak a lőkiképzése az folyt különféle egyletekben, az egyetemistáknak nyaranta el kellett menni szintén katonai kiképzésre, és azon kívül a katonaság akkor 2 vagy 3 évig tartott. Feldúszott Magyarországon a néphadsereg állománya az 50-es évek első felében 200 ezer főre, tehát sok volt a harcképes fiatal. Pillanatok alatt megalakultak a felkelő csoportok, a legnagyobb ugye a Korvin közben, amelyik egy kitűnő pozíció volt, mert mind az Üllői utat egy sikátoron keresztül ellenőrzés alatt lehetett tartani, mint pedig a Ferenc körútat, ahova 2 zsákmányolt légelhárító ágyút állítottak be. Ezekhez nem volt páncéltörő gránát, hanem csak repesz, ezért a szovjet páncélosoknak a lánctalpát kellett kilőni. Ennek az volt az előnye, még hogy 70-80 méter tudott gördülni a tank, tehát ott a Korvin közből a Ferenc körútra nyíló sikátornak a torkolatát nem torlaszolták el ezek a tankok. És 17 ilyen tankot lőttek ki a Ferenc körúton, a Korvin köz sikátorának a torkolatából, és nagyon büszke volt a ágyúkezelő, az egy Mész János nevű egyébként kiképzett katona volt, hogy egyetlen lövedékese talált a szembe lévő, azt hiszem, kávéháznak a falába. Tehát nagyon hatékony felkelő ellenállás folyt. Gyermekként hogyan élte ön meg? Hát a Fodor szanatóriumban azt egyrészt úgy éltem meg, hogy azok a srácok, akiket ismertem, hát tőlem jóval idősebbek voltak, azok közül sokan harcoltak, a moszkvatéri csatában részt vettek. Sőt, volt egy gyerek, aki meg is sebesült. Emlékszem is rá. Anyám a telefonkezelő volt, a központban dolgozott, ezért a Fodor szanatóriumnak a központjában az egy ilyen híradó, a kapcsolat közvetítő pont volt. Több budakeszi felkelő gyerek bejött, sőt, lányok is. Tehát akiket ismertem, az elbeszélésükből tudtam azt, hogy mi történt a Moszkva téren, milyen harcok folytak. A másik pedig az, hogy hát Budakeszin is vonultak át szovjet csapatok Pest irányába. Kíváncsi gyerekként kimentem a Mocsnekhez, akkor már Szanatórium utca volt, a Szanatórium utca és a Budakeszi utca torkolatában Mocsnekhez, és ott előttem csörömpölt Budapestre egy szovjet hadoszlop. Azon kívül hát ugye azt át is éltem október 25-én vagy 26-án, amikor a Sziklai villához mentek a fiatalok kikérni a fegyvert, ugye elterjedt, hogy fegyvert tart Sziklai őrnagy vagy ezredes, és a fiatalok egy csoportja, amelyik nemzetőrséget akart szervezni Budakeszin, fel akarta magát fegyverezni, akkor ment a Sziklai villához, és hát kérték a fegyvert, ehelyett Sziklai, aki akkor már egy kicsit megtébolyodott, kilőtt, és eltalálta Márit Lászlót, akit én nagyon jól ismertem, és amikor egy kertkapura fektetve őt behozták a Fodor szanatóriumra, akkor ott voltam a portán, és láttam tényleg, hogy átlőve véres ruhában cipelik be a társai, és hát viszik fel az egyes pavilonba. Én 56-ban elmúltam 11 éves. Tehát akkor a 11 éves gyerekek már felnőttekké váltak hirtelen. 56-ban 6. osztályos voltam, és hát akkor mi legjobban annak örültünk, hogy önként vállalt kötelező orosz tanulást abba fog maradni, és majd választunk valami másik nyelvet, mert azt mindenki tudta, hogy egy ember minél több nyelvet tud,
annál többet ér, több helyen tud érvényesülni a világba. De abban az időben az orosz az, hát azon olyan mondva csinált világnyelv volt, mert egy spanyol, egy francia, egy angol, egy német, az el volt fogadva a világon, az orosz az nem nagyon. Volt egy pár nap nyugalom, akkor egy hadirokkant ismerősömmel be kellett menni Pestre, anyám nagy nehezen odaadott neki, mert egy világtalan ember volt, és a zálogházban volt neki benn kis hagyatéka, meg órája. Azt mentünk kiváltani, és sajnos én ott láttam, mert ott volt a laktanya, a Kilián laktanyánál, ott mentünk el, láttam, hogy már akkor aránylag csendes időbe, hogy hogy nézett ki a város, és akkor mindenki bízott benne, hogy ugye kimentek az oroszok. Hát kimentek, de félúton ezek találkoztak, mert még elsajták a határt, azok meg már jöttek befele, az újak, akiknek úgy lett mondva, hogy Suezban vannak, Egyiptomban, keresték a Suezi csatornát. A Dunára azt hitték, hogy Suezi csatorna, és ez nem mondás, ez valóban így történt. Tudnék, 56-ban volt egy másik nagy esemény, a Suezi válság, ami nagyban lekötötte az amerikaiakat, meg a nyugati hatalmaknak a figyelmét, mert az sokkal többet ért nekik, a Suezi csatorna, amivel hogy kereskedelmileg nem kellett Afrikát megkerülni, a gyarmatokról hozták a dolgokat, mert a Suezi csatornának át tudtak jönni. Őnekik ez fontosabb volt, és nem sokat figyeltek rá, hogy itt mi történik. Egyet csináltak, csak hogy puszítottak, hogy veletek vagyunk, meg így segítünk, úgy segítünk, és mikor tényleg arról volt szó, hogy kellene segíteni, akkor ezt nagyon szépen elfelejtették. November 4-én megjöttek a szovjet katonák, én mondom, hogy az országút mellett laktunk, a Fehérvári 7-es út mellett. Több órán keresztül vonultak a páncélosok, és hogy később hallottam, nem csak onnan, nem csak ezen az úton, hanem a 6-os úton Dunaújváros felől is, mert tudnilik, mikor ezek a csapatok bejöttek, ez nem mint Budapestre ment egyből, az Alföld felől, hanem valahol Dunaújváros környékén ott valami híd volt, és ott átjöttek rajta, hogy bekerítsék Budapestet, hogy ne csak keletről, hanem innen is bekerítsék. Nem is lehetett más autó, akkor amúgy se volt még forgalom, ennyi autó nem volt, de semmi, csak ők jöttek, órák hosszán jöttek be Budapestre. Ugye ezek a nagy bátor izék, akik előtte elmenekültek, ezek után fölvették a pufajkát, és ezek még az oroszokon is bőven túltettek vérengzésbe. Már 4-e után, amikor nem volt nagyon ellenállás, csak a sztrájkkal próbálkoztak itt a munkástanácsok meg a gyárak, akkor egy darabig tárgyalgattak velük, azt utána azt mondták, hogy mint ahogy mondta Marosán elvtársnak volt az a szép mondás, hogy ezután már nem tárgyalunk, csak lövünk. És ezt meg is csinálták Sargótarjánban, Tatabányán, Kecskeméten, meg még az Alföldön valami faluból, ott nem is volt tüntetés, a templomból jöttek és repülőgépről rájuk lőttek. Az orosz izéket, azokat, ezeket a betűket, amin az ABC volt, ugye ezeket kivittük reptetni az udvarra. Aztán szomorúan vettük észre, hogy hoztak helyette másikat. és az eddigi orosz tanárunk, aki volt, nyugdíjba küldtek, hoztak helyette egy szerb tanárnőt, oroszul azt tanított, de szegénykém alig tudott beszélni magyarul, alig értette, hogy szóval ő előtte tudtunk mondani dolgokat. Mondjuk a csúnyaságot azt megértette, de szóval sok mindent nem értett meg magyarul, és azt tanított utána bennünket oroszul. Hát aztán sikeresen diplomáztam belőle 2-esre, 8-ba. A megtorlásként azt is átéltem. Ugye ezeket a gyerekeket a forradalom leverése után el akarták fogni, de akik a Sziklai villához mentek, akik úgy érezték, hogy őket terheli a legnagyobb felelősség, azok elhagyták az országot. Azért elítéltek közülük 10-15 évre többeket, meg életfogytiglanra is, és hát több embert fölakasztottak, mert az egyik Bokor nevű Szabó segédnek volt 4 gyereke, azok közül az egyik velem párhuzamos osztályban járt. És Bokor bácsit azért akasztották fel, mert szerepelt egy fényképen, ahol éppen egy tömeg sziklai holttestét állja körül. Tehát azt, hogy milyen kíméletlen volt a megtorlás, azt nagyon személyesen éltem át.
Meg azt a hazugságot is, amit utána elkezdtek terjeszteni erről, hogy Sziklai az betörtek az ellenforradalmárok, őt és apósát baltával agyonverték. 56 után Kádár korszaknak az első időszaka az még szordabb volt, mint a Rákosi korszak véleményem szerint, mert ezeket a hazugságokat letolták erőszakkal a társadalom torkán, amelyik teljesen reményvesztett lett, mert ugye 56 előtt az Amerika hangja, a Szabad Európa hangja az mind azt hirdette, hogy keljetek fel, majd segíteni fogunk, és amikor egyben kitört a felkelés, akkor a nyugati hatalmak megriadtak, és visszakoztak, ugye, akkor már 58-tól kezdve elkezdték hirdetni azt, hogy ne keljetek fel, hanem majd úgy is felpuhulnak ezek a kommunista diktatúrák, és teljesen hangot váltottak. A magyar társadalom szemére vették azt, hogy 57. május 1-én micsoda tömeg tüntetett, hát ez a félelem tömege volt, amelyik kivonult, mert ugye a kivégzések, tömeges letartóztatások már 56. decemberében elkezdődtek. Gyermekként is, tehát akkor 12 éves gyermekként is részt kellett venni ebben a félelem tömegben? Persze, hát kellett menni Sziklai villájához koszorúzni, meg hallgatni a hazug beszédeket. Hát azért tudtuk mi, akik átéltük ezt, hogy micsoda hazugság. És aztán apránként a rendszer új hazugságaihoz hozzá kellett szokni. 60-as évek elejéig, hát a 63-ban kerültek ki a börtönből, a Sziklai ügy kapcsán bebörtönzöttek egy része. Volt, aki később egyébként. Nikita Hruscsov beszéde 1957-ben az SKP valamelyik kongresszusán. A románok és a bolgárok azt mondták, ők is szeretnének katonai segítséget nyújtani Magyarország forradalmi munkásainak az ellenforradalom elleni harcukban. Na, azt válaszoltuk, elegendőek lesznek a szovjet csapatok, amelyek a Potsdami szerződés értelmében amúgy is Magyarországon állomásoznak. Még tréfálkoztunk is a román elvtársakkal arról, hogy milyen buzgók most, hogy belevessék magukat az ellenforradalom elleni harcba. Bezzeg, 1919-ben Románia az ellenforradalom pártján volt, amely szétzúzta Kumbéláék forradalmát. A román elvtársak jól nevettek, aztán sok sikert kívánva azt kérték, siessünk. Nem, siettünk. Segítettünk Magyarországnak 1956-ban, törlesztettük azt az adósságunkat Magyarországgal szemben, amely 1848 óta terhelt bennünket. Abban az évben, 1848-1849-ben, szóval akkor sikeres forradalom zajlott le Magyarországon, de első Miklós oda küldte légióit, és ezzel segített az osztrák monarchia magyarországi restaurációjának. Hát a szégyel teljes dolog. Ezt a gonosz tettet persze első Miklós és környezete követte el. A szégyen az nem vonatkozik a régi orosz birodalom munkásaira és parasztjaira. De országunk történelmi értelemben azért mégiscsak adósa volt a magyar népnek. Adósa volt. És 1956-ban mi kifizettük ezt az adósságot. Most kvittek vagyunk. Igen. Most kvittek vagyunk. Hogy lehetett együtt élni azzal, hogy pontosan lehetett tudni, hogy mi az igazság, és mégis lenyomták az emberek torkán a hazugságot? Hát el kellett felejteni az igazságot. Azért, hogy az ember elviselje, vagy még jó pofát is vágjon ehhez a Kádár korszakhoz, amely kétségtelenül radikális változást jelentett. A 60-as évek első harmadától kezdve a Rákosi rendszerhez képest. Azért a lényegi dolgokban Kádár se engedett. Ez a nemzeti megalázottság azért megmaradt, új köntösbe öltözött. Akkor azt tanultuk már, hogy a himnuszról például a 60-es években azt mondták, hogy a nemzeti nacionalizmusnak a éneke. 2016. októberében mutatta be a Szépernő Színház az a 12 fényes nap című 56-os rock musicaljét, amely egy könyv adaptációból készült, mégpedig a Gyermekkor tündöklete című könyvből. Volt, aki nem felejtett, például ön, hiszen megírta ezt a regényt. Mikor született ez a regény? Hát ennek az első pár oldal az 1971-ben jelent meg az Élet és Irodalom hasábjain. Nagy László költő volt az, aki keresztül vitte, hogy megjelenjen.
De akkor ez még egy prózaversnek indult, de éreztem, hogy benne van egy regénynek a lehetősége. És akkor nekiálltam 1980-as évek elején megírni a regényt. Tudtam már, hogy október 4-én kell, hogy befejeződjék, de tisztában voltam azzal, hogy hát a forradalmat forradalomként kell beállítani, és hát hogy akkor ennek a regénynek esélye a megjelenése nem lesz. És akkor egy idő után, mivel rengeteg más dolgom is volt, és a regényírása úgy kellett kikanyarítani, a családtól is elrabolt időt, abba hagytam a könyvírását, részben azért is, mert tudtam, hogy az én és az anyám viszonyát nagyon őszintén kell megjeleníteni, és ezzel esetleg megbántom anyámat. Tehát ez is egy fékezőleg hatott rám. Most édesanyám 1987-ben meghalt. A rendszer úgy, ahogy megváltozott 1989-ben, tehát már nem volt indok arra, hogy a regényt ne írjam meg, és akkor valamikor 87-ben egy nyáron magamnak kiharcoltam 2 vagy 3 hetet, és akkor leültem, és csak a regény írásával foglalkoztam, és átéltem azt az élményt, amikor egy idő után a regény önmagát kezdte írni, és nagyon rövid idő alatt befejeztem. És meddig szól tulajdonképpen a regény? November 4-én fejeződik be. Sokan azt hitték, hogy ez egy szociográfiai jellegű munka, de ez egy valóban regény, amelynek a története az 90%-ban fedi a valóságot. Született ebből egy filmadaptáció. Mennyiben tükrözi a film a regény eseményeit? Volt róla szó, hogy nagyon lírai módon lehetne egy filmváltozatot ebből készíteni, amelyben benne lenne a regényben lüktető költészet, aztán egy ilyen eseménydúsabb és főleg 56 forradalmára fókuszáló forgatókönyvet kellett írni. Hát félig meddig társforgatókönyvírója voltam a regénynek, és így azért pergőbb az esemény, és talán a nagy közönség számára is jobban megjeleníti azt a korszakot, amelyet számomra az 50-es évek, és főleg 1956 októberre jelentett. A musical mennyire tükrözi a líraiságát a könyvnek? A musical, igen, az jobban tükrözi, mint a film. Sok gyerek van, nem gyerek, felnőtt, szülő, és valaki megkérdezi, hogy 56, nem tudja, hogy miről van szó. Tudnilik, a Kádár rendszerbe annyit mondtak, hogy ellenforradalom, részletesen nem is tanították. A rendszerváltás után szintén valahogy elsiklanak sokan, hát még a mai napig vannak falun Lenin utca, meg Marsz Károly utca, meg Vörös Csillag utca, és hagyják, hogy ott legyen. Szóval furcsa dolog. De sokan tényleg félnek kimondani, hogy mi volt. Hát félnek kimondani. Evetett mog a rögben, csontmeszter.